női szakasz mai adásában a Magic Box fejlesztő játékairól tudhatnak meg többet, illetve elmondjuk azt is, hogy évvégén hogyan juttathatják olyan új játékokhoz gyermekeik óvodáját, iskoláját, amelyet az üzlet ajánl fel. Pár pillanat, és ez is kiderül, tartsanak velünk, ma is érdemes lesz. A Magic Box egy varázshely, amely sok okos játékot rejt. Itt a helyed, hozd a fejed! Így szólnak a mondatok egy Magic Box varázskalandor tollából. Bizonyára önök is hallottak már az újpesti Magic Boxról és készségfejlesztő játékaikról. A különleges játékokat tervezőik a játékos tanulás és felfedezés szellemében készítették. A varázsdoboz pedig 2009-ben nyitotta meg idézőjeles fedelét, hogy a magyar családok számára is elérhetővé és legfőképp ismertté tegye a fejlesztő játékok egy új generációját. A készségfejlesztő játék akár kicsik, akár nagyok számára szórakoztat, értéket ad, pallérozza az elmét, tanít, csiszolja a lelket, közelebb hoz egymáshoz, élménnyel gazdagít. Az üzlet gyakori vendége olyan eseményeknek, amelyek a logikai játékokról, gyerekekről és a családokról szólnak. Sokan találkozhattak már sátrukkal az újpesti családi napon, vagy akár a városnapokon is. A játékokat pedig bárki közelebbről is kipróbálhatja és megismerheti a közelgő Magic Day-en. A logikai, építő, fejlesztő és társas játékok kipróbálásából, ezekkel való versenyzésből álló eseményt a sikerre való tekintettel 2015-ben is megrendezik majd szeptember 12-én. Kedvcsinálónak pedig nézzünk is most bele, mi történt az eseményen 2014-ben. És ha résen vagyunk, ismerős arcokat is találunk a játékos kedvűek között, például Boros Lajost vagy akár Szinti a diktátort. A Magic Box most különleges akcióval gondol a bölcsödékre, óvodákra, iskolákra is. Amennyiben bárki náluk vásárol 2015. szeptember 1-e és december 31-e között, a fizetett összegnek az 5%-át az üzlet felajánlja a vásárló által kiválasztott bölcsinek, óvinak vagy iskolának ajándékképpen, az év végén pedig az egyes intézmények a nevükre felajánlott összegek összértékén ajándékjátékokat választhatnak a kínálatból.